Tisztelt Országgyűlés, felszólásra jelentkezett Szávai István képviselő úr, Jobbik képviselőcsoport. Megadom a szót. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr, magam szintén az e-cigarettával kapcsolatban szeretnék hozzászólni, mint olyan is, aki használja ezt az eszközt, és aki 20 év cigarettázás után kezdte el ezt a leszokás segítő, szeretném hangsúlyozni, legalábbis én magam részéről mindenképpen így érzem, leszokás segítő eszköznek a használatát. A Jobbik nem tudja elfogadni ennek a javaslatnak azon passzusait, amik az e-cigaretta forgalmazásával kapcsolatosak. Korábban a Fidesz éppen azért hozott törvényt a nem dohányzók védelme érdekében, hogy többek között az éttermekben, nyilvános helyeken, tömegközlekedési eszközökön tartózkodó polgárokat ugye a passzív dohányzásnak a káros hatásaitól védje. Most ez a javaslat éppen az elektromos cigaretta tulajdonosokat kívánja a dohányzásra kijelölt helyekre üldözni, és a passzív dohányzásnak kitenni. A javaslat ugye nem csak a használatnak a helyét korlátozza, hanem szigorú feltételeket szab az elektromos cigaretta kereskedelmének is, hiszen árusító jogot egyedül a nemzeti dohányboltok kaphatnának, egyébként szűkített árukészlettel. Ezzel a lépéssel egyébként nem több történik, mint hogy egy körülbelül 4-5 milliárd forintos piacot a kormány ismét a saját haverjainak oszt le. Fontos tisztázni azt, ami már itt elhangzott Rieck képviselőtársamtól, de talán máshol is, hogy az elektromos cigarettának semmi köze nincsen a hagyományos cigarettához. Ez valójában nem cigaretta, valójában nem dohány, összehasonlíthatatlanul kevesebb káros hatása van, káros anyaggal rendelkezik, ha rendelkezik egyáltalán, hiszen itt fontos különbséget tenni például, mint ahogy hallhattuk, a nikotinos vagy a nikotinmentes elektromos cigaretták között is. Magam is találkoztam azzal a kutatással, amely azt mondja, hogy az e-cigi használata az 95%-ban kevésbé ártalmas, tehát nem egészségesebb nyilvánvalóan, kevésbé ártalmas, mint a dohányzás. Az a vízgőz, amit ez fejleszt, az nem, vagy csak rendkívül kevés mértékben tartalmaz vagy tartalmazhat káros anyagot, így senki nem válik akaratlanul passzív dohányossá. Ezt a javaslatot azonban elfogadjuk, akkor éppen az e-cigaretta használókat tesszük ki, sőt kényszerítjük rá gyakorlatilag a passzív dohányzás káros hatásainak az elviselésére. Én emlékszem arra, hiszen akkor még egyébként dohányosként és a törvényt ellenzőként, vagy azt meglehetősen inkvizitorként tartóként szóltam még hozzá annak idején a nem dohányzók védelméhez szóló törvényhez. Emlékszem azt is, hogy milyen hasonló képmutatás jellemezte azt a törvényt is akkor, amikor a párt kijelölte az egyik képviselőt, a emlékezetesebb teljesítményt egyébként különösebben nem nyújtó Heinz képviselő társunkat, aki egyik napról a másikra bejelentette, hogy ő aztán leszokott a dohányzásról és a dohányzás elleni dohányzás ellenességnek az élharcosává vált, aztán pár héttel később persze már stikába titokba dohányzott, itt tudtam ott, és egy pár hónappal később vissza is szokott. Hát nagyjából ennyivel volt hiteles az egész törvény is egyébként, amit az ő előterjesztésében annak idején elfogadtunk. A legfontosabb érvek akkor mind a dohányzás nyilvános helyeken való megtiltása, mind a dohánytermékeknek a nemzeti dohányboltokba való terelése. A legfontosabb érv az az egészségvédelem volt, a fiatalok egészségüket romboló termékekhez való hozzájutásának a megakadályozása. Az e-cigarettát használó emberek, kedves képviselőtársaim, ezek nem dohányos emberek, ezért őket is megilleti a nem dohányosok védelme. Ez a törvényjavaslat ezzel éppen ellentétes. Ugye több kutatás megvizsgálta már az elektromos cigarettának a hatását és a használójára és környezetére egyaránt. Egy nem régiben elkészült új-zélandi kutatás szerint például az elektromos cigarettából kimutatható káros anyagok szintje nagyjából 1%-a csupán a hagyományos dohányfüstben mérhető mennyiségnek. Tehát kutatás van bőven, pró és kontra lehet kutatásokat itt hozni. Érdemes lehet megvizsgálni például, hogy az elektromos cigarettát veszélyesnek tartó kutatásokat valójában
szponzorálta-e bárki a háttérből. Minden esetre azért az bizonyára nem véletlen való, és ezt körülbelül 3-4 héttel ezelőtt ezt magam is kajánul tapasztaltam, hogy talán azért van némi összefüggése a között, hogy az INTS pár héttel ezelőtt publikált egy kutatást, és hogy most ez a javaslat éppen most került ide a ház elé. Sokak szerint az e-cigaretta ma az egyik leghatásosabb eszköz a vágott dohánytermékekről, cigarettáról, dohányzásról való leszokásnak. Többek között ezt az új-zélandi kutatást vezető, egyébként nem merek kísérletezni, hogy kimondjam a nevét, professzor úr szerint is, aki szerint ez a nikotin mennyiség, ami az e-cigarettában található, elegendő ahhoz, hogy a függőséggel járó elveneti tüneteket kezelje, ha tartalmaz egyáltalán nikotint, szeretném hangsúlyozni. Gondoljunk tehát bele arba, hogyha egy pár hónapja leszokott dohányost száműzünk a kijelölt helyekre, hogy az a milyen nyomás alá helyezzük gyakorlatilag őt, ugye fennáll a lehetősége nyilván annak, hogy ez a személy visszaszokik, illetve amennyiben az elektromos cigarettának minden olyan használati lehetőségét, terét megszüntetjük, ami eddig a hagyományos dohányzással szemben megvolt, az nyilván kevésbé lesz vonzó, kevésbé lesz motiváló, tehát a dohányzásról való leszokás is valójában sokkal nehezebbé fog válni, hiszen egy olyan ember, aki eldöntő, hogy leszok a dohányzásról, ezt tettem én idén év elején, annak sokkal kevesebb kapaszkodót fogunk adni, sokkal kevesebb lehetősége lesz, hogy valamilyen pótszerrel, mert valójában az elektromos cigaretta mondjuk egy pótszer, egy pót cselekvés, amely valamilyen hasonló élményt nyújt, berögzött, megrőződött szokásokkal szemben. Na most, hogyha ezt a lényegi különbséget megszüntetjük a között, hogy hol lehet dohányozni és hol lehet elektromos cigarettát használni, az értelemszerűen nem fogja segíteni a dohányzásról való leszokást. A kormánynak tehát, tisztelt államtitkár úr, nem ellehetetleníteni kellene az e-cigaretta használóit, hanem éppen ellenkezőleg abban kellene motiválni őket, vagy abban kellene motiválni a hagyományos dohányosokat, hogy az elektromos verzióra szokjanak át. Ez a törvényjavaslat ezt semmiképpen nem fogja segíteni. Van, aki azt mondja, hogy ha 100 000 dohányos átszokik az elektromos cigarettára, az éves szinten csak nem 600 életet menthet le. Tehát statisztikával bőségesen találkozhatunk. Ugye az e-cigarettát ellenzők leggyakrabban a nikotin tartalomra és annak a káros hatásaira hívják fel a figyelmet. Fontos azonban azt hangsúlyozni, hogy a hazai elektromos cigaretta ellenes tanulmányokban is jól látható, hogy a hazai felhasználóknak a többsége az nikotinmentes terméket használ. Amikor készültem erre a felszólásra, megnéztem az ellenérveket, tehát meglehetősen úcska ellenérvekkel lehetett találkozni, például ilyenekkel, hogy egy kisgyerek valamikor megitta ezt a folyadékot, amit az elektromos cigarettához használunk, és akkor emiatt lett baja, vagy például azt, hogy az elektromos cigi nem segít valójában a leszokásban, hanem inkább könnyebben rászoktatja a rendes cigarettára azokat, akik egyáltalán nem akarnak dohányozni, vagy lehetett hallani olyan vaskos érvet, hogy tűzveszélyes az elektromos cigarettának a töltő berendezése, hát ezzel az erővel bármilyen elektromos berendezés az lehet, még akár egy mobiltelefonnak a töltője is. A rendes cigarettával való rászokásnak a kockázata az éppen akkor sokkal jelentősebb, hogyha nem dohányzókat, az aktív dohányosok mellé küldjük, államtitkár úr. Magyarországon az e-cigarettát használóknak a száma az egyébként folyamatosan emelkedett az elmúlt években, és ezzel párhuzamosan, nyilván ez összefügg, csökkent a kereslet a különféle gyógyszergyárak által készített leszokást segítő termékek, például a tapaszok irányt. Ezáltal ezek a cégek, ezek a gyárak is nyilván bevételkiesést tapasztaltak, vagy szenvedhettek el. Ezen iparágak értelemszerűen mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezeket az embereket visszatereljék a dohányosok közösségébe. Nagyon szomorú lenne, hogyha úgy tűnne, hogy a magyar kormány is ebben a törekvésben partner. Ha szándék nem is ez, de a javaslatnak a következménye az mindenképpen ez lesz. Az elektromos cigarettát érintő javaslatok kapcsán több civil szervezet egyesület is felemelte a hangját, eljuttatott javaslatokat országgyűlési képviselőkhöz. Nyilatkoztak a sajtóban többek között ugye a Villanypára Egyesület és az elektromos cigaretta platform polgári egészség megőrző mozgalom is, akik azt hangsúlyozták az általam is ismertetett már egyébként egészségügyi kockázatokat, továbbá kiemelték azt, hogy a törvény elfogadásával több száz ember veszítheti el a munkahelyét.
ugyanis az elektromos cigarettát a jövőben ugye kizárólag csak is a nemzeti dohányboltok árusíthatják, mint tudjuk. Így a kormány gyakorlatilag tönkreteszi azokat a kisvállalkozókat, akik behozták és népszerűsítették, fellendítették ezeknek a termékeknek a forgalmát. Ezekben a boltokban, erről Rieck képviselőtársam is beszélt, több éves tapasztalattal rendelkező tudományos és a műszaki, de leginkább a műszaki hátteret ismerő gyakorlott eladók állnak rendelkezésre, akik élvezik a körülbelül, most azt mondják, hogy nagyjából 150 ezer hazai szolgálónak a bizalmát. A dohányboltok eladóitól értelemszerűen ez nem lesz elvárható. Az e-cigarettáknak a nemzeti dohányboltokba tereléséhez tehát nem túl sok köze van az egészségvédelemnek. Ez a javaslat valójában a korábban trafiknyertes haveroknak kedvez, államtitkár úr, képviselőtársaim, egy 5 milliárd forintos piacot oszt szét, oszt újra hatalmi szóval a kormány. Teszik ezt önök egyébként úgy, hogy a magyar állam elkezdte most sorozatban elveszíteni a trafikpereket Strasbourgban. Ugye tudjuk, hogy egy soproni trafikus esetében Vékony Lászlónak hívják az urat, akit 2013-ban ugye megfosztottak önök a trafikus engedélyétől. Nos, ő a magántulajdonhoz fűződő jog megsértése miatt perelte be a magyar államot, és nyert egyébként 15 ezer eurós kártérítést. Sorba fognak majd jönni ezek a perek. Önök most valójában ugyanezt ismétlik meg, csak most nem az eddigi trafikokat fogják erővel bezárni, megszüntetni és gyakorlatilag államosítani, kommunizálni, hanem azokat a kis boltokat, illetve szaküzleteket, amelyek most ezeket a termékeket árulják. Monár képviselő asszony is hivatkozott bőségesen arra, hogy a fiataloknak az egészségvédelme az milyen nagyszerűen megvalósul majd, ha innentől kezdve csak nemzeti dohányboltokban lehet kapni e-cigarettát és hozzá hasonló termékeket. Mara egyszerűen meg lehet ezt oldani, képviselő asszony, ezekre a most meglévő elektronikus cigaretta szakboltokra is ki kell rakni a 18-as karikát, létre kell hozni, vagy be kell vezetni ugyanazokat a törvényeket, ugyanazokat a rendelkezéseket, amelyek itt az árusításra vonatkoznak, ugye a fiatalkorúaknak a belépésével kapcsolatban, például vagy a kiszolgálásával kapcsolatban. Ennyivel meg lehetne oldani az egész kérdést. Nyilván a haverok profit érdekén kívül semmilyen racionális indok ennek a javaslatnak nincsen. Ugye rosszabb esetben legfeljebb majd ezeket a boltokat is szexshopnak fogják nézni a külföldiek, mint a nemzeti dohányboltot, de nyilván ne ez legyen az akadály. A tervezet az e-cigi boltok bezárása mellett, ugye bezárná a webáruházakat is, ezzel még inkább ellenőrizhetetlenné válna a forgalmazás, ugyanúgy veszélybe kerülhetne a termékbiztonság, és egyébként félő, hogy fellendülhet a fekete piac is, amely egyébként az államnak valójában bevétel kiesést fog eredményezni. Hoztam egyébként én közben magammal egy e-cigarettát, ennek egyelőre még semmi nem tiltja a használatát. Összességében annyit szeretnék elmondani, tehát nem fogjuk ezt a javaslatot támogatni. Az e-cigarettás államtitkár úr nem dohányzik, így megilleti a nem dohányzók védelme. Nem lehet hagyni, hogy ez a torz tájékoztatás elbizonytalanítsa az e-cigarettára áttérő szándékozókat és a már kizárólag e-cigarettát használókat. Meg kell várni a Semmelweis Egyetemnek egyébként egy folyamatban lévő kutatási eredményeit, és talán ki kellene kérni az e-cigarettát használóknak a véleményét is. Önök jó szokásuk szerint, amikor ezt a törvényjavaslatot beterjesztették, természetesen minimális szinten sem törekedtek az érintettekkel való egyeztetésre, de ezt az elmúlt 5 év alatt már egyébként láthattuk. Nem szeretnénk tehát hagyni, hogy a passzív dohányzást megszüntető eszközöket ellehetetlenítsék, mert itt most valójában ez történne. Nem szeretnénk és nem értünk egyet az internetes áruházaknak a bezárásával és betiltásával. Nem szeretnénk, hogy a fekete kereskedelem növekedjen, és nem szeretnénk azt, hogy a multinacionális óriás cégek bármilyen szempontból is befolyásolhassák a törvényhozást. Tisztelt államtitkár úr, ez egy e-cigaretta a kezemben, ennek a használatát már itt, nem most csődöljön már be. Ennek a használatát. Képviselő úr, megkérhetem arra, hogy ezt szíveskedjen befejezni az ülésteremben. Ennek a használatát képviselőtársam már ismertette.
Szívesen, elnök úr, hogyha amennyiben ezt ön tájékoztató. Igen, ezt megkérem nagyon határozottan, a szemléltetést majd valahol máshol végezz el. Rendben van, egy tömeg itt van továbbra is a kezemben, egyelőre egyébként nem tilos e-cigarettát használni, akár még itt a parlament ülés termében sem. Erre szeretném felhívni államtitkárnak a figyelmét. Ez lehet, hogy kimaradt egyébként ebből a javaslatból, úgyhogy javaslom, hogy gyorsan tiltsák be ezt is. Összességében államtitkár úr sem politikai, sem egészségpolitikai, sem szakmai és sem gazdasági szempontok nem indokolják azokat a javaslatokat, amelyek az e-cigaretta forgalmazásával kapcsolatosak, és nem indokolják azokat a javaslatokat sem, amelyek az e-cigarettát használókat passzív dohányzásra kényszerítenék, és önök úgy akarják megvédeni a magyar emberek és a magyar fiatalok egészségét, hogy valójában azoknak az egészségét veszélyeztetik, akik az első lépést már megtették ahhoz, hogy a dohányzásról leszokjanak. Köszönöm szépen! Ismételten tájékoztatom, képviselő úr, az ülésteremben szemléltetésnek helye nincs, erről tájékoztatni fogom házelnök urat. Tisztelt országgyűlés, folytatjuk a felszólalásokat. Természetesen házelnök úrnak van joga eljárni ezekben az ügyekben. Felszólalásra következik Heringes Anita képviselőasszony, MSZP képviselőcsoport. Nagyon szépen köszönöm. Miután én nem dohányzó vagyok, és az is voltam egész életemben, így elfogultsággal nem nagyon lehet vádolni ezen a területen. De mégis annyian kerestek meg ezzel a problémával kapcsolatban, hogy úgy érzem, hogy tényleg minden területéről kell beszéljünk ennek a módosításnak, hiszen nagyon-nagyon sok embert érint. Főleg arra is szeretném felhívni képviselőtársaim figyelmét, hogy ugye eddig... Az internetes kereskedelem az legtöbbször olyan webhelyeken történt, és egyébként az árusítás is olyan szakboltokban történt, ahol hozzáértő szakemberek árulták, akiktől kérdezni is lehetett ezekkel az eszközökkel kapcsolatban. Mind egyébként az egészségkárosító hatásaival kapcsolatban, ami, ahogy mondják, 95%-kal kevesebb, mint egyébként a dohányárujé, mind egyébként a használattal kapcsolatban is föl tudtak tenni kérdéseket. Amennyiben egyébként most beszorítjuk ezeket a termékeket a szakboltokba, a trafikokba, akkor ott jelen pillanatban nem olyan emberek vannak, akik ehhez értnek. Nyilván majd ki lehet őket képezni, de addig is úgy lesz az árusítás, hogy nem értenek hozzá az ott lévő emberek. És ugye azt látjuk, hogy ez tényleg a fekete kereskedelem felé fogja tolni az e-cigarettát, hiszen ezek után az fog történni, hogy a fiatalok majd megkeresik azokat a felületeket, ahonnan külföldről meg tudják vásárolni ezeket az eszközöket, és sokszor egyébként minőségében is sokkal rosszabb termékeket fognak vásárolni. Nekem barátaim elmondták, hogy amennyiben az ember patront kíván vásárolni ehhez az eszközhöz, nagyon sok esetben Kínából lehet például rendelni. Nem biztos, hogy onnan megkapja a megfelelő tájékoztatást, hogy még tartalmaz ez a patron. Azt gondolom, hogy egy olyan szabályozásra van szükség, ahol tényleg az embernek nem bujkálva kell majd ezt megvásárolni, ezeket az eszközöket, meg nem majd keresni kell az embereknek a kiskapukat, hanem megtehessék, persze szabályozott körülmények között, de ez ne arról szóljon. És egy kicsit félek is, ahogy a Jobbikos képviselőtársam mondta, hogy akkor most szabályozzák le, és akkor kerüljenek olyan szakboltokba, hogy ne a piac újra leosztása történjen meg itt is, mert Tolna megyei képviselőként azért a trafik elosztásról sok mindent tudnék mondani, de jót keveset. Ezért kérem, hogy gondolják át ezt a törvényjavaslatot. Nem kell ennyire túlszabályozni, és nem kell ilyen szigorúan venni. Tényleg azt kell látni, hogy ezek az emberek lekívánnak szokni a dohányzásról. Nyilván, akik régóta dohányoznak, ez egy egészen hosszú folyamat. És ha ez segít nekik ebben, akkor ne szabályozzuk túl őket, főleg abban az esetben, hogyha már olyan e-cigarettát szívnak, amelyben már nikotin sincs, hanem tényleg csak a mozdulat hiányzik ezeknek az embereknek. És igen, a gyerekeket védenünk kell ebben a kérdésben, de hogy azon gyermekek, akik egyébként látják a szüleiket dohányozni, vagy e-cigarettát szívni, azt egyébként is nagyon nehéz megvédeni ettől a dologtól, de ettől függetlenül védenünk kell őket minden szempontból. Köszönöm szépen, képviselőasszony, tisztelt országgyűlés, felszólalásra következik Lukács László György képviselő úr, Jobbik képviselőcsoport. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr.
én Szávai képviselőtársamat kérem arra, hogy lehetőség szerint ne adjon ilyen jó ötleteket, hogy az országgyűlésnek a határozati házszabályát módosítsuk abban az értelemben, hogy az e-cigit ne lehessen bent használni, mert a végén még azzal találjuk magunkat szembe, hogy bármilyen módosítónkat legyen az egyébként határozat, vagy egyébként törvényjavaslathoz, még eltalál fogadni a kormánypárt, tehát nem javaslom, hogy ezt mindenképpen beterjesszük ide. Maradjon minden a régiben, és az e-ciginek ott legyen a helye, ahol lennie kell. Egyébként tényleg nincs semmilyen tiltás, ami ebből a házból kitiltaná, vagy egyébként az itteni használatát nem lehet. Mégis egy vízgőznek a párájáról van szó, én izzadok, adott esetben egy sólámpát is el lehetne helyezni itt, és abból való kipárolgás sem lenne egyébként különösebben káros, mint ami az e-cigarettában van. De nagyon érdekes az a vita is, amiben ugye benne vagyunk, ugye e-cigaretta, illetve e-egészségügy, mind a kettő valamilyen szinten egy haladó tevékenység volt, az e-egészségügy az egészségügyet szerette volna javítani, az e-cigaretta pedig a leszokóban lévő embereknek szerette volna valamilyen módon segíteni azt a tevékenységét, hogy eltávolodnak az egyébként nagyon káros egészségügyi hatásokkal bíró, és egyébként tényleg megakadályozásra szoruló dohányzástól. De hát, hogyha tovább gondoljuk az analógiát, és ezt is érdemes felvetni, adott esetben azokat a tapaszokat, vagy azokat a rágógumikat, vagy tablettákat, amelyeket a leszokáshoz használnak, is lassan áttelepíthetjük a patikákból a dohányboltokba. Egyébként annak egy szintén nagyon komoly, talán még 5 milliárdot is meghaladó pénzügyi része van, tehát egyébként javaslom a trafikmutyiban érdekelt személyeknek, hogy érdemes ezt a gazdasági megfontolást is átvenni, és mindenképpen adott esetben azokat is áttelepíteni oda, jól meg fognak ott egymás mellett férni, és hát végül is az ottani eladók már nem csak az e-cigi összeszerelésében lesznek majd járatosak, hanem a reklámhirdetéseket is ki lehet majd egészíteni a hirdetésben, hogy ne csak az orvosát, gyógyszerészét kérdezze meg, hanem a trafikban szolgáló, kiszolgáló asszonyt is a káros egészségügyi hatásokról adott esetben. Na most minden esetre láthatjuk, hogy mégis micsoda ellentmondás van ugye abban, hogy két elektronikus oldalon milyen irányba szeretnénk haladni. Én úgy gondolom, hogy a Jobbik Magyarországért mozgalomnak azokat a módosító javaslatait, amelyek ennek a résznek a komplett törlésére, tehát ez egy jól behatárolható része a törvényjavaslatnak, illetve van még a vége felé talán három helyen elszórtan olyan, ami erre vonatkozik. Ennek a komplett törlését kívánjuk a figyelmébe ajánlani a kormánynak, illetve egészségügyi ígért felelős államtitkár úrnak is. Ezt érdemesre találjuk egyébként a törlésre, és folytassunk le egy olyan szakmai vitát ebben, ami egyébként a Szávai képviselő úr ismert tanulmányokkal alátámasztva, magukat a kereskedelmi szervezeteket meghallgatva egy komplett, teljesen átlátható érvrendszert hozzunk létre, amely alapján természetesen, hogyha az érvrendszerben szerepelni fog az, hogy ennek más helyre kell mennie, vagy a dohányzás elleni védelemben valóban egy 18-as karikának kell az árusító helyekkel lenni, akkor válasszuk ezt a megoldást, de legalább legyen benne egy érdemi vita, egy érdemi előkészítés, ami úgy tűnik hiányzott. Tehát ezekben én mindenképpen azt javaslom, hogy gondoljuk újra, illetve a kormány gondolja újra, hogy mi az álláspont. Nagyon erősen úgy gondolom, hogy a elektromos cigarettára vonatkozó szabályozás ebben a jelen formájában nem érett meg arra a vitára, vagy egyáltalán a változtatásra. Inkább a vitát kell benne tovább vinni és az egyeztetéseket. A döntés szerintem idő előtti lenni ebben, pláne abba az irányba, ami kifejezetten szerintem nem egészségvédelmi, hanem inkább gazdasági vonalat tükröz, illetve gazdasági befolyást tükröz. Én úgy gondolom, szimplán csak gazdasági célok diktáltak most ebben az esetben. Természetesen félek ezt mondani, hogy a gazdasági célok, mert merem remélni, hogy egyébként az egészségügyi államtitkárságon a gazdasági célok ilyen vonatkozásban mindig alul maradnak az egészségügyi célokkal szemben. Természetesen más területen fontos lehet a gazdasági hatékonyság, mint egyébként a ritka betegségekre vonatkozó gyógyszerregiszternél is lehetnek olyan gazdasági érvek, amik például felírhatják azt az egészségi várakozást, amit egyébként a betegeknek a várakozása volt. De vannak olyan vitáspontok, amelyen én úgy gondolom a törvénycsomagban még nagyon elgondolkodtató, hogy milyen döntést lehet hozni, vagy összességében mennyire rontja az egész törvényjavaslatnak a megítélését, ha ezekben a pontokban nem lesz elmozdulás. Fura ezt mondani, de talán jó pár órával ezelőttig volt lehetőség módosító javaslatoknak a leadására. Mi a magunk részéről megtettük, és ezt ajánljuk a kormányzat figyelmébe, hogy ezeket közösen fontoljuk meg. Állunk a vita elébe, akár a Népjóléti Bizottságon, vagy akár a zárásban is. Én úgy gondolom, hogy meg lehet találni azt a konszenzust, amivel ez a törvényjavaslat azokat a pár
az általunk elhibázottnak vélt elemétől meg tud szabadulni, és egy ténylegesen jó törvényjavaslattá tud válni, amelyet úgy gondolom abban az esetben minden ellenzéki párt támogatni is tud majd. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr, tisztelt országgyűlés. Kérdezem, kíván-e még valaki az adott napirendünk keretében felszólalni? Jelenkezőt nem látok. Az általános vitát lezárom. Megkérdezem államtitkár urat, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Államtitkár úr. Tehát most a államtitkár úr, szeretettel köszöntöm én is képviselőtársaimhoz kapcsolódva. Ezt megkövetem, hogy nem elsőként jeleztem önnek. Tehát most a válaszok, illetve a zárszó az egyben kerülnek elhangzásra, úgyhogy öné a szó, államtitkár úr. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy hallatszom, mert rutintalan voltam, elnézést kérek mindenkitől, de hát ez az első fellépésem, és hát nagyon szépen köszönöm a vitának azon a részét, amely szakmai volt és kevésbé performanszos. Azt gondolom, hogy nekem is tanulságos volt látni, hogy mi folyik egy parlamentpacsoraiban, úgyhogy én kezdeném szépen sorra, amire tudok reagálni, igyekszem. Amiről szerintem hosszabban kell beszélnem, az az e-cigaretta, hiszen itt rengeteg érv hangzott el. Én szeretnék az én tudásom birtokában a saját tudásomban érvelni. Azt gondolom, hogy senki se gondolhatja azt, hogy az elektromos cigaretta az gyógyszer. Ugye senki nem gondolhatja. Az a helyzet, hogy azt sem gondolhatja senki, hogy legalábbis én nem tudok arról, hogy lenne olyan tanulmány, ami azt támasztaná alá, hogy a cigaretta segít a leszokásban. Ilyen tanulmányt mi nem ismerünk. Ha ilyet erre tudnak húzni, úgyhogy ezt nem egy e-cigaretta szponzorálta, akkor nagyon szívesen elolvasnánk. Mi ilyet nem ismerünk. A legfőképpen az a probléma vele, hogy míg a hagyományos módszernél lehet adagolni a nikotin mennyiségét, addig az e-cigarettánál ez nem kontrollálható. Tehát az e-cigarettát használó és nikotin tartalmazó patront használó ember nem tudja, hogy végülis mit kap. Hozzáteszem, hogy maga a termék kör is rendkívül új, nincsen szabályozva. Gyártótól függően 50-szeres különbségek alakulnak ki nikotin mennyiségben. Attól, hogy kitől vesz éppen patront. Tovább megyek, amelyik patronban nincsen nikotintartalom, ott is vannak egyéb illóanyagok, és ezek hatásait soha senki nem vizsgálta, azonban tény és való, hogy ezek egy része rákkeltő hatású. Én nem tudom önnek általában, amit éppen szív, az ezek között tartozik-e vagy sem, hiszen senki nem vizsgálta be ezeket, tehát én azt tudom önnek állítani, hogy mindenképpen, ha erről beszélünk, akkor óvatosságra kellene intenünk saját magunkat, és emlékezzenek vissza, hogy a sima cigarettánál hány évtizednek kellett eltelnie, mire a gyógyszerlobbival szemben be tudtuk bizonyítani, hogy az igenis káros az egészségére, annak is, aki szívja, és annak is, aki egyébként csak passzívan részesül ebben. Rengeteg tanulmány van pró és kontra, szerintem a magyar kormány nem követte hibát akkor, amikor ebben óvatosságra inti a lakosságot. A csokoládébolt hasonlatra őszintén most nem tudok reagálni, tehát ez egy igen izgalmas téma. Nekem is meg kell még ezt emésztenem. Köszönöm szépen ezt a fajta hozzászólást. Visszatérve az e-cigarettára, azt gondolom, hogy igenis azért vannak ennek veszélyei, hiszen ha csak abba belegondolnak, hogy 6 mg egy nikotin egy fiolából, ha egy gyerek bőrére kerül, az már akár az értítés ezt tudja veszélyeztetni, azt gondolom, hogy ez nem veszélytelen terület. Azt gondolom, hogy ezt mindenképp meg kell, hogy fontolják, amikor e mentén érvelnek, és ezért sem volt számra, hogy is olyan csak jó ez a performance, hiszen ezt ő nem vette figyelembe. Amit fontos, hogy még említenem, hogy az általam ismert tanulmányok során én erről még egyszer mondom, nem tudok, hogy segíteni a szokásban, sokkal inkább fenntartja az addikciót a nikotinnal szemben vagy mellett. Én ilyet nem ismerek. Még egyszer szeretném a figyelmüket felhívni, hogy tapasztaltuk már azt, hogy egy iparág milyen fajta lobbyerőt tud kifejteni a médián keresztül a sajtóban. Én szeretném ezt elkerülni, hogy ugyanilyen erővel álljunk szemben majd 10 vagy 20 év múlva. Szerintem épp időben lépett a kormány a tekintetben, hogy ez ne tudjon ekkora méreteket elérni. Rengeteg egyéb ügyben volt még felszólalás. Én azt gondolom, hogy ezeket most felírtam, és a
meg fogjuk ezeket fontolni benne a tárcánál. Ha a bizottságba kerül majd a sor, ezekre igyekszem majd ott a helyszínen reagálni, de szeretném kérni Réglányos képviselőt még egyszer, hogyha ezt én megkapom írásban, akkor meg fogom ezt válaszolni majd. És köszönöm, hogy első alkalommal respektálták a rutintalanságomat. Köszönöm a szót. Megköszönöm államtitkár úr válaszait, tisztelt országgyűlés!